A villamos áram költsége csak nem ötszörösére, a gáz ára pedig több mint duplájára emelkedett új fehértó önkormányzatának tavaly tavaszhoz képest. A város nemrégiben 178 millió forintos rezsi támogatást kapott az államtól, ami jelentős segítséget jelentett az intézmények működtetésében. A városvezetésnek a támogatás ellenére is meg kellett hozni a bizonyos költségcsökkentő intézkedéseket, az USZODA nyitvatartása ugyanakkor kimondottan jó döntésnek bizonyult. Árult el 35 perc című műsorunkban Hosszú József, újfehértó polgármestere. Nálunk is bezárt a művelődési ház. Egy alkalommal nyitottuk meg egy Duma színházas estére, ami nagy-nagy nagy sikert aratott, de ezen kívül komolyabb bezárás nem történt, az intézmények működnek, és ami nagyon pozitív hozadéka volt, ez a USZODA, hogy nem zártuk be az uszodánkat és uh, Nyíregyházáról és a környékről. Nagyon sokan járnak hozzánk. Egy érdekességét mondanám el, hogy a uh, múlt hét végén egy nádudvari családdal találkoztam, akiknek a kislányuk versenyszerűen úszik, és ott a környéken nem találtuk olyan úszadát, ahol hétvégén lehetne úszni, és Nádudvarra, tehát közel 90 km jön, is jönnek új A látogató számunk megduplázódott tavaly januárhoz képest, és ez egy nagyon komoly elismerés a városnak és az intézményünknek. Ami meg. majd, nem kompenzálja is az emelkedett költségeket. Igen, közel nullás már a, sportcsarnoknak a, költségvetése. Az új fehértói képviselő testület január végén fogadta el a város 2023 -as költségvetését. Az önkormányzat idén csak nem 5 milliárd forintos főösszegből gazdálkodhat, amelyből 1,8 milliárd forint jut fejlesztésekre. Hosszú József kiemelte, elsődleges feladat, hogy saját forrásból napelemekkel lássák el az önkormányzathoz tartozó épületeket. Emellett számos más fejlesztés is megvalósítás alatt van, Bővül a bölcső, de javulnak a közlekedési feltételek, és a futballcsapat is új létesítményt kap. Nagyon jó ütemben közel 75%-os állapotban van már a bölcsőde felújításunk, amely egy topos pályázatból fog megvalósulni. Itt egy korábbi négy csoportos bölcsődéből öt csoportos bölcsőde lesz felújítva és kibővítve. A kerékpárút projektnek a, a vég az érünk lassan, egy híd átalakítást kell még végezni a város egyik belterületi szakaszán, itt pont ma kezdték el az előkészítő munkálatokat. Van két pályázatunk, amelynek a közbeszerzési eljárása zajlik, ez egy csapadékvizelvezetési pályázat, illetve egy hűtőházépítés, ami egy hűtőházépítési pályázat, amely nagyon fontos lenne a város életében, hogy sikeresen lezajlódjon. Tavaly évben kaptunk kormányzati támogatásból 204 millió forintot beltöleti kerékpárút felújítására, illetve kültéri kerékpárút építésére, ennek az előkészítése is zajlik, tehát tavasszal ez is tervénk szerint meg fog valósulni. Múlt hét pénteken jött az örömhír, hogy a vidékfejlesztési pályázat keretében egy kültereti útunk újulhat meg, egy külső tanya résznek a megközelítése fog ezáltal, a lakott tanyának a megközelítése fog e, megvalósulni, közel 300 millió forintból, illetve amit a sportszeretők nagyon e, várnak már a futballrajongók, hogy a megyei első osztályban mm, élen álló csapatunk végre új félton játszhassa a mérkőzéseit, itt az öltöző épület és a futballpályák elkészülés, elkészítése is nagyon jó ütemben halad, bízunk benne, hogy tavasz folyamán már pályán fogadhatjuk a vendégeket. A a polgármester hozzátette, a város idéni is színvonalas gasztronómiai és kulturális eseményekkel készül a helyiek számára. A nyolcadik fürtős fesztiválnak nemzetközi sztárvendége is lesz, Hedővé személyében.